Én viszont már sétálok át a másik helyszínünkre, ahol ott ül már Burán Sándor, a Parlament Gazdasági és Informatikai Bizottságának tagja. Jó reggelt kívánok, szocialista országgyűlési képviselő. Jó reggelt. És jó reggelt kívánok, Krúgy Emilia, 168 óra. Jó reggelt. Szia, Dávid Bor, szervusztok. Véglegesítették az alternatív költségvetési javaslatukat. Milyen gazdasági mutatók, euróárfolyam, stb. Mellett tervezték meg az alternatív büdzséjüket? Hát mi nem 268 forintból indulunk ki, mint a kormány, hanem... A kormánynak is van egy, ön is tudja, három forgatókönyve, van egy három. De ebből csak egyet látunk. Tehát a másik kettőről beszél, de Orbán Viktortól tudjuk, hogy ne azt nézzük, amit mond, hanem azt, amit tesz. És letéve az asztalra egy forgatókönyv van, ez 268 forintos euróárfolyammal számoltatja a költségvetést. Mi az elemzők által prognosztizált 285 forintos árfolyamból indultunk ki. A mi alternatív költségvetésünk a legfontosabb dolgokra koncentrál, visszatérni a társadalmi igazságossághoz, amennyire csak lehet, tehát megváltoztatni az adótörvényt, nem a kiskeresetű emberektől elvenni, hanem nekik adni, nem a nagykeresetű embereknek adni, hanem ott további terheket bevezetni, ez lenne ugye a forrás, illetve ami most talán a legnagyobb probléma, a munkahelyek hiánya, a munkahelyteremtésről szó. Milyennek az értelme? Mármint minek? A munkahelyteremtésnek? Nem. Azt hittem meg kell magyarázni. Nem. Az, hogy önök létrehoznak egy olyan alternatív költségvetést, amiről itt lehet borítékolni, hogy semmi nem lesz. Legalábbis az elkövetkező három évben. Minden politikai szervezetek, nem csak politikai szervezetek, aki közélettel foglalkozik, értem, az a dolga, hogy elmondja, hogy mit gondol az országról, és milyen javaslatai vannak. Igen, akkor de ez is, gyakorlatilag nem fog megvalósulni, ugye ezt ön is tudja. Igen, de legalábbis nem most fog megvalósulni. Hát így, na de csak akkor meg más számok lesznek. Ha egy ellenzéki párt, egy politikus nem dolgoz ki folyamatosan javaslatokat, arra nézve, hogy hogyan legyen jobb az ország, akkor nem remélheti, hogy egyszer majd abban a helyzetben lesz, hogy ezt ő döntheti el. Tehát ez erről szól. Semmilyen illúziónk nincs a tekintetben, hogy a Fidesz el fogja fogadni a javaslatainkat, vagy nem. Nem fogja elfogadni, de talán az emberek egy idő után majd meg fogják érteni, hogyha elismételjük újra és újra, hogy milyen adórendszerben gondolkodunk, hogy ennek van értelme. Erről szól. De ezért, hogyha ehhez a költségvetéshez kapcsolódó kommenteket olvasgatja az ember, akkor pont arról lehet, azt lehet látni, hogy a lakosság nagy része azt mondja, hogy hát nem, hát csinálták volna meg kormányon, most meg már ne csinálják meg sehogy, tehát hogy még ha 15. havi nyugdíjt ígérnének, persze ezt nem ígérnek, akkor is azt mondják, hogy szocialista büdzsét még egyszer nem. Egyszer azért ezt kipróbálnám, bocsássuk nézni. A 15. havi nyugdíj? Nem, hogy elfogadja az ország, vagy nem a javaslatainkat. Én szívesen megbírném most mondjuk egy népszavazáson, de hát ön is tudja, hogy nem feltétlenül erről van szó. Ha a politikai közelapotokat nézzük, az most valóban katasztrofális, mert minimálisra szűkült azon embereknek a köre, akik hajlandóak lennének most vasárnap elmenni, választani, szavazni, ha egyáltalán lennének most vasárnap választáson. Ilyen alacsony számokat nagyon régóta mértek, a társadalmi közömbösség, a csalódottság ilyen magas, még soha nem a volt, és ezt nem csak a pártok iránt, a kormány iránt is, bocsánat, hogy többféle mutatóban mérjék. Nyilván a kormány is pártokból áll, én arra akarnék utalni, hogy a közélettel való foglalkozás például a tüntetéseken azért megnyilvánul egy ilyen jellegű aktivitás, a parlamenti pártokban, kormánypárti, ellenzéki pártokban csalódnak az emberek. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdekli őket, ami velük történik. Ugyanarról beszélünk, tehát azt mondtam, hogy a mai politikai elitnek rendkívül sok a restanciája, ettől elfordulnak az emberek. Ennek ellenére én a mi költségvetési alternatív javaslatunkat szívesen megmérném egy szavazáson, szerintem nyernénk vele. Az mondjuk és más kérdés, hogy ahol kiírják valakire azt, hogy MSZP az most per pillanat nem az, hogy nem népszerű, hanem iszonyatosan népszerűtlen. Ezzel ugye egyetértünk. Az eddigi konkrét mérések alapján azt lehetett látni, hogy a szocialisták abból a bénultságból, amiben a választások idején vagy előtt belekerültek, azóta nem tudtak felnőni, nem tudtak kitörni, és közben a párton belüli történések azt is mutatják, hogy saját magukat gyilkolják, szalámizzák le. Hát gyilkolásról, szalámizásról szerencsére szó nincs. Verbálisan. Ez a folyamat az valóban hosszú ideig tart, de egyébként önmagában természetes, hogy amikor egy párt egy nagyon súlyos választási vereséget szenved, akkor utána rendeznie kell a sorokat. De ezt nem mondja, hogy törvényszerű az, hogy másfél évvel ezután ez zajlik a pártban. Ez nálunk valóban tovább tart a kelleténél, ez egy másik történet. Ettől szerintem a javaslataink szakmaisága az nem kérdőjelezhető meg. De az elfogadottság az viszont hatással van rá, ugye?
Azt azért javaslatainkra. Nem, ez fordítva van. Tehát, nem, azt mondja, javaslataink vannak, akkor fog növekedni az elfogadottságunk. Nekünk erre kell koncentrálni, és nem a belső vitákra. Nem, azt mondja egy választó, bocsánat, miért higgyek azoknak, akiknél azt se lehet tudni, hogy ki lesz majd az, akire hallgatni kell, folyamatos vitában vannak egymással, ilyenkor a szakmai kérdések másodlagosak. Hát nézze meg tegnap a pártelnököt. Egyetlen szakmai kérdésről sem beszélt, csak arról, hogy mi lesz két nap múlva, meg igen, majd utána szétválunk, nem válunk szét. Ez így, már hogy lesz akkor javaslom, hogy beszéljünk a szakmai kérdésekről, a költségvetés a téma, ugye? Nyilvánvalóan, de nem, tényleg kérdezem, ugye nyilatkozatot tent ön is tegnap, hogy marad a frakcióban, mint hogy azt hiszem egy kivételben mindenki nyilatkozott, de már Gyurcsány Ferenc rögtön megírta a levélben Mesterházi Attilának, gyorsan nyilvánosságra is hozta, hogy ez nem jelent semmit, mert addig tagok nyilván, amíg el nem döntik, hogy ki nem lépnek. Nem mondják ezt már? Hát nézze, én személy szerint tudom már, tehát szeretném, hogy ezt a történést le tudnánk zárni minél előbb. Ez egy ilyen elhúzódó folyamat, ezt senkinek nem használ, az egész MSZP-nek nem használ, és külön egyik MSZP-s politikusnak sem használ, nekem se, Mesterházi Attilának se, Gyurcsány Ferencnek sem. Tehát nyilván itt el kell dönteni heteken belül, de hogy mióta mondják ezt, hogy heteken belül, és ugye ön is most azt mondja, hogy miért nem szakmázunk, mert elfogynak a szakmai kérdések ezek után, hogy hát olyan sokat még nem tettek fel, tehát én még tudnék egy párat feltenni. Itt lenne sok, a igazgatótól kezdve egyébként. Megengedi akkor, hogy egy gyors kérdést, amire nem láttam még a szocialisták reakcióját, a pártállami nyugdíjak megadóztatásáról. Igen. Tegnap egyetlen egy szocialista politikus nyilatkozatát nem olvastam. Biztos én voltam a figyelmetlen, akkor kérem mondja meg, hogy ki volt az. De hát azt talán, hiszem, hogy azért... Talán azért, mert nem tudjuk, hogy mi a javaslat. Ön tudja, hogy mi a javaslat? Hát a mai lapok címlapján ott van a javaslat. Hát igen, nem a javaslat tegnap... nincs. Meg tudja mondani nekem ez alapján, hogy mondjuk a 100 000-es nagyságrendben élő nyugdíjasok közül az, aki egy megyei párbizottságon a telefonközpontot kezelte, az most számíthat-e a nyugdíjának a csonnyítására? Nem, szocial MSZMP funkcionáriusok munkáját, nyilván egy vezetési szint fölötti emberekre vonatkozik, ráadásul olvastam egy kitételt. Azt mondom, ez nem biztos, mert ez olvastam egy kitételt, hogy a minimálbér kétszeresénél nem lehet kisebb a csökkentett nyugdíj. Elvjárás foglalása így is lehet az ügyben. Tudnánk beszélni arról, amit a Lázár János mondott a sajtótájékoztatón. Nincs értelme. A Fidesz magatartása az számtalanszor bebizonyította, hogy még a zárószavazás előtti pillanatokban is képesek átérni bármit is. De elviekben elfogadhatónak tartanak egy ilyet? Összegektől, mértéktől függetlenül? Értelmetlennek tartom. Én személy szerint. Ugyanis aki a pártállami rendszerben funkcionális volt bármilyen szinten, beszélhetnénk mondjuk Martonyi Jánosról, tehát nyilván neki is volt köze, meg Orbán Viktor édesapjának is volt köze, Orbán Viktornak is volt köze, jó emlékszem, ő is kisztitkár volt. Tehát akinek bármi köze volt az elmúlt rendszerhez, ilyen vagy olyan minőségben, azt önmagában bünteti, szerintem teljesen fölösleges. Itt senki nem 1990-ben vagy 89, illetve sokan születtek 90-ben és 89 után, de a társadalom nagy része előtte született. Valamilyen módon mindenkinek volt ehhez köze. Ez egy büntető hadjárat, politikai figyelem elterő hadművelet, és néhány idős embernek most visszavágják a nyugdíját. Sok értelmét ennek itt nem látom. Itt felszól a püspökladányi választás, mert szóba került. Hogy értékeli az MSZP? Ugye lehet tudni, hogy ez már a második forduló volt, a második kiírt választáson, ahol 51%-ot ért el a Fidesz jelöltje, és csak harmadik lett az MSZP-s jelölt, 33%-ot kapott a Jobbikos, 20%-os részvétel mellett. Hát igen, ebből következik, hogy a győztesre a választók 10%-a szavazott. Ez pontosan az arra is utal, következik, amivel... hogy az MSZP-re még sokkal. Igen, ez pontosan arra utal, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy az emberek elfordulása a közélettől, ez most egy alaptendencia, amit borzasztóan sajnálok egyébként. Kelet-Magyarország egy külön téma, arra egy külön programot kell kidolgozni, ennek egyébként az MSZP-nek is látott. Annyira nem sajátos később társadalmi problémák. Hát jobb lett volna 3 évvel ezelőtt valóban, igaz, és még javaslat a kormány részéről, erre nézzem, mutatna valamilyen megoldást, de ezt se látja. Az, hogy a demokratikus koalíció jelöltje indult itt, igen, az befolyásolta ezt az eredményt önök szerint? Hát semmennyire nem befolyásolta. Ez tehát olyan minimális szerint, mennyiségű igen szavazatot kapott a jelölt, kevesebbet, igen, mint a ajánlószervényt ütött. Más vélemények szerint azért ez jele lehet annak, hogy a Gyurcsány-féle platform népszerűsége korán sem akkora, mint ahogy azt annak a tagjai próbálják beállítani.
Nem hiszem, hogy, de azt hiszem, hogy itt valami félreértés van, a demokratikus koalíció tudomásom szerint nem indított jelöltet, szociális unió indított jelöltet. Szociális unió indított jelöltet. Felfogó rendezvényeiken lehet tudni, hogy ő ezzel az irányzattal szimpatizál a demokratikus koalíciónak. Szerintem ennek ezen a választáson az égvilágon semmi jelentősége nem volt. Költségvetés? Tudunk róla beszélgetni? Az elején beszélgettünk róla. Köszönöm szépen. Azt a három mondatot én is köszönöm szépen. Nektek is. Híradó.